Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm Bábolna város lakosságát. Képviselőtestületi ülésünk teljes anyagát hamarosan ismételt adásban láthatják. Előtte azonban rövid összefoglalót szeretnék a napi rendi pontokról önöknek adni, valamint a települést érintő folyamatban lévő projektekről, eseményekről is számot szeretnék adni. Március 28-án csütörtökön 17 órai kezdettel tartotta a képviselőtestület rendes testületi ülését munkaterv szerint. Napirendi pontok tekintetében a közzétett napirendi pontokhoz képest egyebek napirendi pontban még két további napirendet tárgyaltunk, valamint zárt ülést is tartottunk, erről is természetesen néhány szót fogok szólni. Az első napirendi pont keretében a szokásos napirendi pontjaink voltak, beszámoló a két ülés között történt eseményekről, lejárt határidejű határozatok, valamint a bizottságok által hozott döntések, amelyek önálló napirendi pontot nem érintenek. Ezek közül talán néhányat kiemelnék, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság napirendi pontjai közül szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy biztosítási szerződést kötöttünk meg a Bábolna, az épülő Bábolna strand és termálfürdő épületére. Építési, szerelési és vagyonbiztosítást kellett megkötnünk a hitelfelvételhez, valamint a önálló napirendi pontban tárgyalta a pénzügyi bizottság a Veselényi úttal szembeni erdőterület felújítását. Szeretném tájékoztatni a lakosságot is róla, hogy a napokban hamarosan befejeződik teljes mértékben az erdőterület felújítása, a csemeték kiültetése, a terület megfelelő gondozása már megtörtént, és most a napokban pedig még fenyőfákat, növényeket, cserjéket ültetnek ki, annak érdekében, hogy egységes erdőfelület alakuljon ki, és megfelelő gondozott kép alakuljon ki a Veselényi út, illetőleg az Ácsi út által határolt területen. Itt ebben az egyes napirendi pontban még kiadtuk a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság, komáromi rendőrkapitányságának január hónapban tett jelentését a rendőri beavatkozást igénylő eseményekről. Közlekedési szabálysértést 82 esetben állapítottak meg, és 985 ezer forint szabálysértési bírságot szabtak ki területünkön a rendőrök. Szeretném ezen túlmenően tájékoztatni arról önöket, hogy március 31-től megváltozik a bábolnai hulladék udvar nyitvatartási rendje. Ez a nyitvatartás április 1-től pénteken 9-től 18 óráig, valamint szombaton 13 órától 15 óráig tartó nyitvatartást feltételez. Erről értesítettek bennünket. Ezt a netes honlapunkon, tehát a bábolna.hu láthatják, valamint a Facebook oldalra is feltöltöttük, valamint a Győri Hulladék az Álkodási Nonprofit Kft. Honlapján is megtekinthető ez a nyitvatartás. Az ezt követő második napirendi pontban egy kardinális kérdést tárgyaltunk, ami már hosszú idő óta foglalkoztatja a testületet, illetve természetesen a lakosságot is. Ez az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelet megalkotása volt. Már az őszi időszakban a közmeghallgatást követően a képviselőtestület tagjainak, valamint a lakosságnak a véleménye alapján megalkottuk a rendelet tervezetünket. Ezt azonban a szomszédos településeknek, a kormányhivatalnak és a megyei önkormányzatnak el kellett küldeni véleményezésre. A vélemények megjöttek, ezek beépítésre kerültek a rendeletünkbe, és a tegnapi nap folyamán elfogadtuk a rendeletet. Április 1-én hétfőn lép hatályba. A rendelet szerint március 1-től április 15-ig lehet kerti hulladékot égetni, az őszi időszakban pedig október 1-től november 15-ig 14 és 18 óra között hétköznapi napokon, ugyanis hétvégén, munkaszüneti napon és ünnepnapon nem lehet égetni. Ezen túlmenően egy általános tájékoztatás is van a rendeletben, miszerint a környezetben élők zavarása nélkül végezhető ez, kizárólag az égetést a telken belül lehet elvégezni, közterületen ezt nem, és megfelelően szélcsendes időben a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával. A képviselőtestület egyhangon támogatta ezt a rendeletet. Szeretném arról még tájékoztatni a lakosságot, hogy ez feltöltésre került az internetre, valamint rövid tájékoztatót a BTV-be, az interneten, valamint a Facebook oldalon is adunk erről. Természetesen a rendelet előírásai akkor alkalmazhatók, ha nincsen országos tűzgyújtási tilalom.
Kérjük szíveskedjenek folyamatosan figyelemmel kísérni az önkormányzat, illetőleg a hivatal iránymutatásait, folyamatosan fogunk erről közzétenni információkat. A következő harmadik napi rendi pont Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont alapítókiratának szervezés és működési szabályzatának jóváhagyása, valamint a közművelődési rendelet felvizsgálata volt. Itt egy rendelet alkotására került sor, a korábbi évben történt ellenőrzések után, belső ellenőrzés történt az intézményben, valamint minisztériumi ellenőrzés is volt, és ezek alapján kellett a bizonyos technikai jellegű módosításokat megtenni, új közművelődési rendeletet alkotni, amelyet fel kellett tölteni a honlapra, valamint a kincstárhoz benyújtani az alapítókiratot és a szervezés működési szabályzatot. Ezután térítési díjak önköltségének megállapításáról szóló rendeletet alkotott meg a képviselőtestület, illetve hozott határozatokat. A változás itt e tekintetben az, hogy 886 forint per fő per napban állapította meg a nappali ellátás fajlagos költségét az önkormányzat, az ebédkiszállítás fajlagos költsége 107 forint per nap per háztartás, egy ebéd fajlagos költsége pedig 822 forint. Ehhez képest a hatályos díjat az egy ebéd esetén 850 forintban állapította meg a vendégétkezéssel együttesen, valamint az ebéd kiszállítást az eddigi 100 forintról 110 forint per napra emeltük föl. A képviselőtestület ezt a napirendi pontot is egyhangúan támogatta. Volt egy napirendi pontunk, amely a saját bevételek és fizetési kötelezettségek középtávú tervének határozatának módosítására irányult. Ezt a középtávú tervet a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg kell megtennie a képviselőtestületnek. Ezt akkor megtettük februárban, és ezt a határozatunkat kellett most módosítani a kincstár iránymutatásai szerint. Bizonyos dolgok átkerültek más rovatokba, és ezért kellett ezt a határozatot módosítani. A következő két napi rendi pontban beszámolókat hallgattunk meg. Először a Komárom és környéke önkormányzati társulás beszámolójára került sor, amely tekintetbe bennünket a belső ellenőrzés, a gyepmesteri tevékenység, a házi segítségnyújtás napirendek érintenek bennünket. A központi ügyeletet Győrbe vesszük igénybe, tehát ez a tájékoztatónak ez a része Bábolnát nem érinti. Egyhangon a bíróság, a testület elfogadta a napirendi pontot. Ezután a gyermekönkormányzat polgármestere Török Marton tartott beszámolót a 2018 évi munkájukról, valamint a 2019 évi tervekről. Részletes beszámolót adott, és személyesen is válaszolt a kérdésekre. A képviselőtestület elfogadta a beszámolót, és további jó munkát kívánt. Az ezt követő 8. napi rendi pontban civil szervezetek támogatására került sor, mintegy 10 civil szervezet nyújtotta be támogatás iránti kérelmét az önkormányzathoz, e közül a 10 közül a képviselőtestület az alábbi civil szervezeteket támogatta. Egyébként szeretném még azt is elmondani, hogy 2019 évben 17.200.000 forint a civil alapunk, ezen összegre lehet pályázni, és ezen összegből támogatjuk a civil szervezeteket. Az Ölbőtavi Aranyhal Horgász Egyesület 100.000 forintos támogatást kapott. Országos egyesületek is pályáztak, az Országos Egyesület, a Mosolyért Közhasznú Egyesület, valamint a Szívhangja Közhasznú Alapítvány. Mindkét esetben a képviselőtestület úgy döntött, hogy ősszel visszatér a pénzügyek függvényébe a esetleges támogatásra. A Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület 650.000 forintot, a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Egyesülete 20.000 forint támogatásban részesült. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete 150.000 forintot kapott, a Ritmus Közhasznú Nonprofit Kft. A szerződésünk szerint a pályázatban 2.800.000 forint támogatásra jogosult az önkormányzat támogatása alapján. A Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 700.000 forint támogatást kapott, az Iskolánkért Közhasznú Közalapítvány a Sakfesztivál megvalósítására 300.000 forintot nyert el, valamint ugyancsak az Iskolánkért Közhasznú Közalapítványon keresztül a gyermeknap megvalósítására az iskolát 240.000 forint összeggel támogatta a képviselőtestület, azzal, hogy a esetlegesen különbözetként jelentkező összeggel Bábolna önkormányzata mellett Bana önkormányzatát is keresse meg a bábolnai általános iskola vezetése.
9. napirendi pontban megyei identitás pályázatról adtunk számot a testület részére. Tájékoztattuk a testületet, hogy a megye megkeresése alapján egy toppos pályázatban veszünk részt, megyénk körül címmel. Bábolna Tát lakosait és Tát települést fogja meglátogatni. A megye segítségével tudunk elutazni és ismerkedni a település értékeivel, Tát település értékeivel. A kirándulást, tehát az ismerkedést, a látogatást a megyei program, a megyei projekt fogja finanszírozni. Ennek részleteinek kidolgozására a későbbiekben kerül sor, az önkormányzat örömmel vesz részt ebben a projektben. Ezután település üzemeltetési beszámoló hangzott el jegyző úr, Kocsis Gábor jegyző úr részéről, amely a zöld területek gondozására, köztemető karbantartására, közutak fenntartására, település tisztasági feladatokra, önkormányzati ingatlanok karbantartására, települési kártevőmentesítésre, hótolás és sikosságmentesítésre, valamint erdőgazdálkodási teendőkre vonatkoztak. Ebben az anyagban részletesen leírtuk, ki milyen munkát végez, melyik cég, melyik vállalkozó, mit végez a településen, milyen összegbe. Egy elég részletes anyagot tettünk le a testület asztalára, amelyet egyhangulag elfogadott a testület. A következő napirendi pontunk ismét Kocsis Gábor jegyző úr előadásában a közfoglalkoztatási program 2019 évi változásáról szólt. Aki figyelemmel kíséri a változásokat az ország életében, az hallhatta, hogy a közmunkaprogramot a kormány a jövőben nem fogja 100%-os összeggel támogatni, adóerőképességhez köti a támogatás összegét, és miután Bábolnán magas az adóerőképesség, így mindössze 50%-os támogatást kapunk a közmunkások foglalkoztatáshoz, finanszírozásához. A képviselőtestület úgy döntött, hogy szükség van a jövőben és az ő munkájukra, ezért a különbözetként jelentkező összeget a költségvetésben biztosítja Bábolna erre a célra. Ezt követő napirendi pontunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozott. Egy rövid összefoglaló anyagot adtunk a képviselőtestület tagjai részére, mely utcákban nincs rákötés a szennyvízrendszerre. Ez mindössze 6 talajterhelési díj megfizetésére kötelezett ingatlanunk van. Ezekről adtunk számot ebbe a rövid beszámolóba, amelyet majd a kormányhivatal felé kell megküldeni. Ezután házszám megállapításról szóló előterjesztést tárgyaltunk, a Kazinczy Ferenc utcában lévő ingatlanra adtunk ki házszámot, 2/A házszámmal, ennek átvezetés a nyilvántartásban, cégre, a regiszterben, földhivatalban hamarosan meg fog történni. Még 2 önálló napirendi pontot tárgyaltunk egyebek napirendi pontban. Egyrészt többlettámogatási igényt fogunk benyújtani a metángázos kísérőmű építésére irányuló uniós pályázatunk esetében. 29.700.000 forint összegre fogunk többlettámogatásként pályázni, ami természetesen egy kisebb összeg a beruházáshoz képest, de reméljük, hogy sikeresek leszünk, és ezt az összeget elnyeri a képviselőtestület, az önkormányzat. Készítjük egyébként a csónakház kivitelezése projektnél is a többlettámogatási kérelmünket, áprilisban fogunk vele foglalkozni. A testületi ülésünk utolsó napirendi pontja volt a földgáz és villamos energia beszerzésről szóló előterjesztés. Tendereztetni kívánjuk a következő évekre is az energia beszerzéseinket. Erről döntött a képviselőtestület, támogatja, hogy továbbra is együttműködjünk a Szörcsény Kft-vel. Itt mindössze pénzügyi tekintetben vannak még kialakítandó megállapodási vitáink. A képviselőtestület azt kérte, hogy esetlegesen az összeget, a megbízási díjat csökkentsük, amennyiben van rá lehetőség. Az ezt követő testületi ülés munka az zárt ülés keretében folytatódott egy lakossági megkereséssel, amely lakossági megkeresés jegyző úrhoz érkezett, és a képviselőtestület felhatalmazta jegyző urat, hogy az általa készített előterjesztés alapján a lakosnak, bábolnai lakosnak a választ megírja. Majd B-napirendi pontban Bábolni strand és termálfürdő belső építészeti alternatíváival foglalkoztunk, és a képviselőtestület elfogadta,
hogy egy bábolnai cég készítse el a belső építészetre vonatkozó, az elkészített tervei alapján konkrét kimunkált újabb terveket várunk tőlük, és a költségvetést is várjuk. Ezt követően még beszéltünk a helyi értékeinkről, Bábolna helyi értékeiről, és a bizottság javasolja a képviselőtestület felé, hogy Fadlalach Elhedad Mihály sírja, amely a Ménes birtok udvarában van, a helyi értékek között feltüntetésre kerül, és javasolja, hogy a megyei értékek közé is kerüljön feltüntetésre. Erről majd a következő áprilisi testületülésünkön fogunk dönteni. Április 25-én lesz egyébként képviselőtestületi ülésünk, munkaterv szerint fogunk dolgozni, beszámolókat hallgatunk meg, a Bábolna Televízió Nonprofit Kft. Munkájáról szóló beszámolót, a Bábolna Városgazda Kft., valamint a Bábolnaért Közhasznú Közalapítvány beszámolójára is sor kerül. Szeretném még tájékoztatni arról a település lakosságát, hogy jó ütemben haladnak az uniós projektjeink, tehát a szabadidőpark megépítése, a csónakház kivitelezése, valamint a strand és a fürdő építési munkálatai is nagy valószínűség szerint már hamarosan belső munkálatokkal folytatódnak, illetve külső színezési munkák is megkezdődnek. Valamint a hónap végén, következő hónap végén a medence építések is elindulnak. Sokan kérdezik tőlem a település lakosai közül, hogy a decemberben elmaradt bejárás, Bokréta ünnepség mikor kerül megtartásra, illetve mikor nézhetik meg a belső tereket a fürdőbe. Ígérjük, hogy ez április végén, májusban, amikor jobb idők lesznek, akkor már bejárható lesz a bizonyos napon. Megnyitjuk a fürdőt és a strandot a bábolnai lakosok előtt, és megmutatjuk az építkezést. Szeretném arról is tájékoztatni még a lakosokat, hogy a meghirdetett fürdő igazgatói álláspályázatra 6 pályázat érkezett be. A jövő héten kezdődnek meg a meghallgatások a beérkezett személyektől, 3 férfitől és 3 nőtől érkezett egyébként anyag. Reméljük, hogy hamarosan ki tudjuk választani a személyt, és a képviselőtestület ülésén a végleges döntést is meg tudjuk hozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatták az összefoglalómat, és most nézzék meg a megismételt adást. További minden jót kívánok Önöknek, viszontlátásra!